Szia! Tornázni kéne, mindenki mondja, ugye? Ezt halljuk úton, útfélen. Nem baj, ha nem vagy taxis. Elég halusta vagy. Nézzük, mit tudunk csinálni 15 perc alatt. Az elején még föl se kell állnod a lőhelyedről. Görgesd hátra vállaidat, körözd a nyakaddal, fejeddel egyet, erre egyet, arra. Azért remélem értékeled, hogy a színben igyekeztem összehangolódni a taxis társadalommal, legalábbis a budapestiekkel. Nagyon jó, ez az, de tényleg fel kell emelkednünk. Ugye kinyitottad az ablakot, vagy letekerted? Toljuk félre a bútort, nem baj, ha közeledben marad, ugye ezt már mondtam többször is, megtámaszkodhatsz rajta, és tudsz az egyensúlyozásnál segíteni. Körök a bokánkkal, körök a lábfejünkkel, ugye? Muszáj egy kis bemelegítést csinálnunk, anélkül nem lehet tornázni. Visszafelé is köröz. Tartólábad legyen egy picit behajlítva. Ezt is mindig mondom. Meg aztán körök jönnek a lábszárral, egyik irányba néhányat. Meg a másik irányba néhányat. Hát, ha ismerős a bemelegítés, azon ne bosszankodj. Minél inkább ismerős, annál jobban fog menni. Kör előre, a hajlított térdel, meg hátra. Hoppá, előre kör, hátra kör, megy ez? Előre, hátra, még egyet, előre, hátra. Szupi, jöhet a másik láb. Megállunk egy lábon, körözünk a bokánkkal az egyik irányba. Meg a másik irányba. Na, ha már így rólunk lustákról van szó, azért elmondom, ha csak a bemelegítést megcsinálod egy nap néhányszor, nem egyszer, és nem néha nap, hanem egy nap többször, már az is valami. Lábszárral köröz. Így van. Tartóláb egy picit hajlítva. Visszafelé is. Egy fix pontot nézek, akkor könnyebben megy az egyensúlyozás. Persze. Ezt is mondtam már. Kör a hajlított térdel előre, hátra. Tehát nagy nyolcasokat rajzolunk a levegőbe, és ugye ezzel a csípőnket tudjuk átmozgatni. Na még egy. Ez az. Nagyon jó. Három különböző terpesz jön. Szűk, sarokemelés, guggolás. Ismételjük. Sarokemelés, guggolás. Aki először látja, annak oldalról is megmutatom. Egyenes a törzs, függőlegesen is, meg döntve is. Függőlegesen is, döntve is. Még kétszer. Még egyszer. Föl a sarok. Le. Picit nagyobb terpesz. Nyújtózással föl a sarok. És guggolás. Kifelé mutat a térd és a lábfej. És kifelé is halad. Ez az. Egyenes törzs. Még kettőt. És még egyet. Nagyon jó. Szélesebb terpesz. Nyújtózunk. Guggolunk, ha megpróbáljuk megérinteni a talajt, ha nem baj, hogyha messzebb maradsz, és nem sikerül megérinteni. De az nagyon fontos, hogy maradjon egyenes a törzsed. Így van. Hopp. Tényleg messze van a talaj. Talán egy szélesebb terpesz segít. Ne fájjon, azt nem kell erőltetni, ami fáj. Kettőt még. Feszes farizmok, feszes hasizmok. Még egy. Ez az. Fönt megállunk. Karnyújtás, óriás kör. Jobbra le. Balról föl. Vissza, balra le. Jobbról föl. Nem baj, ha a két térded egy picit hajlítva van, sőt, még jó is. Így van. Gyere, még két pár. Balra. Jobbra.
balra. Nagyon jó, megállunk fönt, közelítjük a lábakat. Jobbra fordul a törzs, és vissza, balra, és vissza, jobbra. De közben a két láb nem fordul el, csak a törzs. Nagyon jó. Megállítjuk majd középen. Karkörzés. Páros kar. Így van. Jó nagy körök. Hármat. Kettőt. Egyet és visszafelé. Előről hátra. Négyet. Hármat. Kettőt. Egyet. Nagyon jó. Fűzd össze hátul az ujjaidat, emeld a karokat. Hajlított ér, feszes varizmok, feszes hasizmok, nyújtott törzs, lélegez, kinyitottad az ablakot, ugye ezt mondtam, igen, az elején, ez fontos. Forgass hátra a tenyered. Legyen a jobb láb elől a bal láb hátul. Én azt gondolom, bemelegedtünk valamennyire. Billensd a medencédet a törzsed alá. Térdhajlítás 10, 9, 8, 7, szép egyenes törzs, feszes hasizmok, feszes varizmok. Na még négyet, ha minden igaz. Hármat, kettőt, egyet. Nem a másik láb jön, vagy a másik oldal, hanem az előlevő jobb lábon megtámaszkodunk, és emeljük a balt 10-szer, köldöködet 20-be, feszes varizmok, feszes hasizmok. Hajlított térd, nyújtott törzs, egy fix pontot néz, hogy könnyebb legyen egyensúlyozni. Ötöt, négyet, hármat, kettőt, egyet. Letesszük hátul a lábunkat, és lenyomjuk a sarkunkat. Érzed, hogy húzódik a vádli? Milyen kellemes? Nyomd lefelé hátul a sarkadat. Ha van minek támaszkodni, mondjuk a falhoz, kocsithoz, akkor támaszkodj annak. Húzódik hátul a vádli, ez nagyon fontos gyakorlat, és nagyon jó. Maradunk még így, picit közelebb hozhatod a hátul levő lábat, hogy kényelmes legyen. Döntött törzs, ugye támaszkodásnál is figyeltünk, nem homorú, nem domború. Páros karemelés, 10, zárd a lapockákat. 9, így néz ki szemből, 8, nem fordul el hátul a láb oldalra, 7, párhuzamosak a lábfejek, 6, 5, 4, 3, zárd a lapockákat, 2, 1, és most jön a másik oldal. Ez az. Hú, egy picit lerázzuk, ami fáj. Bal láb elől, jobb láb hátul. Billensd a medencédet a törzsed alá. Indulhat a guggolás. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Szándékosan nem állunk rá a zeneütemére. 4. Még ennél lassabban is csinálhatod. 3, vagy ha kihagysz 2-3-at, az se baj. 2, 1. Elől megtámaszkodunk. Hajlított láb, nyújtott törzs. 10 darab lábemelés, hátul ugye a jobb lábat emeljük. 9, nincs lendület. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, megnyújtjuk a vádlit, hát persze, lenyomjuk a sarkunkat, hátul nagyon kellemes, nyomhatod a falat, az autódat, föl ne borítsd, kellemesen húzódik a vádli hátul, nem homorítasz, nem lógatod a fejed. Majdnem ugyanez a kiinduló helyzet, csak egy kicsit közelebb hozhatod a hátul levő lábat, emeld meg a karokat, nem homorú, nem domború, egyenes törzs, karhajlítás, karnyújtás, hajlít, nyújt.
hajlít, nyújt. Hetet, hatot, ötöt, négyet, hármat, kettőt, egyet. Nagyon szép. Megtámaszkodunk a talajon, hátra visszük a bal lábat is, nyújtózunk a törzsel. Emeld a sarkad, hajlítsd a térded, nyújtsd a térded, engedd le a sarkad. Emeld a sarkad, hajlítsd a térded, nyújtsd a térded, engedd le a sarkad. Emel, hajlít, nyújt, le, na még egy és fél, emel, hajlít, nyújt, le, addig megyünk el, hogy a térdünk a talaj fölött legyen, és ezt megtartjuk. Tartjuk és lélegzünk. 10, feszes hasizmok, húzd be a köldököt, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lógj egy kicsit. Lógasd a fejed, nyakad, törzsed, térdek hajlítva legyenek, fűzd össze hátul az ujjaidat, és engedd le a karokat, a törzsedtől távolítsd. Nagyon jó a gerincnek, nagyon jó a mellizmoknak. Támaszkodj meg a combodon, domborítva félig emelkedj. Nyújtsd a törzset, még mindig támaszkodva. Domború, kilégzés, egyenes, belégzés, még kettőt. Domború, egyenes, na még egy. Nagyon jó, megint kinyújtjuk a két térdünket, pontosabban most kinyújtjuk a két térdünket, és megint előre hajolunk, de most nyújtva legyenek a térdek, hogy érezd, hogy hátul húzódik a comb. És így lóg. Ha messze van a talaj, akkor támaszkodj a combodon, és úgy nyújtsd ki a térded. Meglátod, ha ezt rendszeresen gyakorlod, akkor nagyon rövid idő alatt nyújtott térdel tudsz majd cipőt kötni, és eldobhatod a hosszú cipőkanalat. Aki tudja, jobb láb elől, bal láb hátul, nyújtott térd, és esetleg támaszkodás nélkül oda tudja húzni a törzsét a lábához. Lábtartás csere. Bal láb elől, jobb láb hátul. Nyújtott térd. Nagyon jó. Kis terpesz. Megtámaszkodunk a combunkon. Félig emelkedünk, támaszkodva domborítunk. Nyújtjuk a törzsünket. Domborítunk. Nyújtjuk a törzsünket. Még egy. Felgördülünk. Megnyújtjuk a comb belülső részét és a csípő elülső részét. Ugye? Ülő munkánál nagyon fontos, hogy ez a rész is megkapja a nyújtó gyakorlatait. Itt fontos, hogy a medencéd maradjon a törzsed alatt. Mutatom oldalról. Lehet támaszkodni, kapaszkodni. Ne menjen hátra. Maradjon a törzs alatt, és a comb menjen hátra, meg a térd. De ne is nyíljon ki terpezve. Ugye? Úgyse jó, hanem lent megy hátra. Lentről megy hátra. Jöhet a másik láb. Hopsz. Lélegezz. Ne tartsd vissza a levegőt. Veszünk három nagy levegőt még, sőt többet is. Mert a folyamatos légzés ugye a hosszú élet titka. Jobbra engedd le a fejed. Tedd rá jobb kezed, lélegezz nyugodtan, kényelmesen. A nyak bal oldalát nyújtjuk, majd belégzés. A nyak jobb oldalát nyújtjuk, ahogy balra dől a fej. És belégzés.
megérkeztünk, és nem is vagyunk lusták. Bájék kedves egészségünkre, szép munka volt, és 15 perc alatt látod, milyen sok mindent lehet csinálni. Visszaülhetsz nyugodtan. Puszi, találkozunk legközelebb.